Az STE Juhász Gyula pedagógus képzőkar hagyományait követve a 2021-22-es tanév őszi félévét is szemeszternyitó előadással indította. Ezúttal dr. Hegedűs Judit egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszékének vezetője tartott előadást, fókuszban a bántalmazott gyerekek címmel. Az eseményen dr. Döbör András, a kar dékánja köszöntötte a megjelenteket. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Juhász Gyula pedagógus képző kar vezetésének nevében. A JGPK 2021-22-es tanévének szemeszternyitó előadásán. Egy hagyomány ez a karon hosszú évek óta, hogy minden tanév kezdetén, most ugye ezért nem a kezdetén vagyunk, hanem már benne a közepén, de a Covid-járvány azért sok mindenre hatással is megváltoztat, de a tanév során mindig hagyományosan tartunk egy olyan előadást, szervezünk egy olyan előadást, ahol a pedagógus képző kar hallgatói valamilyen témában olyan autentikus szakemberektől kaphatnak információkat, amelyek vagy a képzéshez kapcsolnak, de ilyen részleteiben nincsenek benne a képzésben, vagy úgy gondoljuk, hogy mindenképpen jó róla tudni, jó róla hallani. Borzasztó nagy megtiszteltetésnek vettem. Egyrészt Szegeden mindig szívesen jövök, főleg, hogyha pedagógus képző intézményekről van szó, és hogyha arról beszélünk, ami a témák, ez a gyermekbántalmazás, és szociálpedagógusok, gyógypedagógusok, tanárszakosok, mindenféle gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakembereknek beszélhetek erről, a számomra mindig megtiszteltetés. Másrészt pedig azért így, ha Szegedre gondolok, akkor mindig eszembe jut a fegyház és börtön, ahová szintén nagyon komoly kapcsolódási pontok vannak, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas közös projekt szokott lenni. Akkor, amikor gyermekbántalmazásról beszélünk, akkor nagyon sokaknak mindig a jogi megközelítés jut eszébe. Ez az, amiről nem fogok beszélni. Inkább arról fogok beszélni, hogy egyáltalán miért kell társadalmi szinten erről gondolkodni. Mi a felelősségem nekem pedagógusnak, gyógypedagógusnak, pszichopedagógusnak, szociálpedagógusnak, tehát pedagógiával foglalkozó szakembernek a gyermekbántalmazás felismerésében, kezelésében. Én magam már több mint 20 éve bántalmazott gyerekekkel foglalkozok, alapvetően a rendészeti szempontból, és egy picit az is a célom, hogy a mi szemszögünket is megismerhessék a pedagógiával foglalkozó kollégák, hallgatók, lendő kollégák. Dr. Hegedűs Judit előadásában konkrét esetekkel, saját kliensei történeteivel és a témához kapcsolódó hanganyagokkal igyekezett felhívni a hallgatóság figyelmét arra, hogy milyen sokféleképpen gondolkodhatunk és beszélhetünk erről a témáról. Átizzadva és átfagyva, kisínyben mezitláb állok az ajtó előtt. Télban. Le kellett vetkőznöm, és kiállítottak az ajtó elé, mert elhagytam a kesztyümet. Amikor apám szögre akasztja a nagy kabátomat, kiesik belőle. Valahogy ez ujjába csúszhatott, ahogy benyőttem szánkózás közben is, megfeledkeztem róla. Ha tényleg elveszik, meddig kellett volna kint állnom? Első találkozásom ezzel a gyerekkel az volt, hogy odajött, megállt előttem egy ilyen kicsi, ilyen, még olyan 6-7 éves korú gyerek lehetett, akkor annyi idős volt, így megállt, és akkor tudják, hogy így beáll az erőszakos testtartás, az, hogy én vagyok a Jani, és megkérdez, hogy féle tőlem. Mondtam, hogy én nem félek. Hát akkor féljen, és így jó belém rugott. Mondtam, hogy még mindig nem félek. Hát akkor tudja mit, akkor leköpöm magát. Mondom, jó. Nézzük akkor, mekkorát tudsz köpni. És így nézett rám, és azt mondja, hogy magát akkor nem ütöm meg nem köpöm le, mert maga kibírta a próbát. Köszi. Csak közben a gyerekek, akik körülötte voltak, azok nem bírták, meg az ő szüleik. Ő most jelenleg amúgy szociális munkás. Idén is sok érdeklődőt vonzott a szemeszternyitó előadás, mely során a pedagógus képzőkar hallgatói olyan információkra is szert tehettek, melyek nem feltétlenül részük a képzésüknek, de a jövőben hasznossá válhat a számukra.